Szeretném emlékeztetni Önöket, hogy egy héttel ezelőtt Karácsony Gergely, Budapest újonnan megválasztott főpolgármestere egy videós interjúban Vas Albertet nyíltan nácinak és náci kollaboránsnak titulálta. A Mi Hazánk mozgalom és több millió hazaszerető magyar ember nevében kikérjük ezt, és elegünk van abból a szélsőséges, liberális álmokfutásból, amellyel a nemzetszerető hazafiakat megbélyegzik, gyűlölik és üldözik. Éppen ezért mi megbecsülést és tiszteletet követelünk Vas Albertnek és a hozzá hasonló gondolkodású honfitársainknak, hazaszerető honfitársainknak. A Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselői csoportja egyértelműen döntött, és egy határozati javaslatot nyújt be a parlament felé, melyben Vas Albert munkásságát, Vas Albert életútját, a hazáért tett nyilatkozatait és cselekedeteit szeretnénk méltóképpen elismerni, ezekről megemlékezni, és éppen ezért javasoljuk, hogy január 8-a Vas Albert születésének évfordulója a román hatalom által üldözött székelyeknek az emléknapja legyen. Tehát erről egy határozattervezetet készítünk, amelyet hamarosan be is nyújtunk a országgyűlés elé, és reméljük, hogy támogatni fogja minden parlamenti frakció. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy Karácsony Gergelynek bocsánatot kell kérnie ezért a meggondolatlan és szélsőséges nyilatkozatáért, viszont nem elég az, hogy bocsánatot kérjen, méltóképpen el kell ismernie Vas Albert munkásságát, Vas Albert személyét, és éppen ezért jó magam kezdeményezni fogom a fővárosi önkormányzatnál levélben Karácsony Gergelyhez fordulva, hogy Vas Albert Budapest díszpolgára legyen, és természetesen mindemellett várjuk azt, hogy Karácsony Gergely nyilvánosan is megkövesse Vas Albertet, és természetesen kérjen bocsánatot a hazaszerető, nemzetet szerető magyar emberek millióitól. Én azt gondolom, hogy egy televíziós felvétel vagy interjú kapcsán elhangzott, nem biztos, hogy tiszta és őszinte bocsánatkérésnél azért sokkal többet követel meg Vas Albert munkássága, és az a több millió hazaszerető ember, akinek Vas Albert még jelent valamit. Úgyhogy én, illetve a Mi Hazánk mozgalom természetesen arra szólítja fel, hogy nyilvánosan, akár közlemény formájában kérjen Karácsony Gergely bocsánatot a nyilatkozatáért, és emellett én azt gondolom, hogy ezt a fajta meggondolatlan, szélsőséges tettét úgy tudja helyrehozni, hogyha Budapest díszpolgárá választását kezdeményezi a közgyűlésnél a Mi Hazánk mozgalom javaslatára.